2015 karácsonyán jött az ötlet, akkor egy Facebook poszttal indult útjára a dolog, de amúgy úgy általában menekült válsághoz szoktuk kötni, és akkor elkezdtünk nőni, mint egy mozgalom, egy önkéntes, 2, 4, 6, 10, egy falu, 2, 4, szépen, szisztematikusan épült fel egy hálózat, mára már civil szervezet, ami a budapesti segítő szándékot próbálja összekötni a vidéki mély szegénységgel. Ennek a megnyilvánulási formája az az adományozás, tehát megpróbáljuk megkönnyíteni az adományozást a budapestieknek, ugye rengeteg minden termelődik a háztartásaikban, és szeretnék jó helyre adni, de nem tudják. Nagyon fontos, hogy nem csak adományokat juttatunk el, hanem embereket is összekötünk, és ez talán a lényeg, hogy a fejekben is megpróbálunk változást generálni. Virágador Janné vagyok, Adrián. Én 48 éves vagyok, ide születtem, itt lakom azóta is, 6 gyermekem van. Jelen pillanat itt vagyok a jelenlétházban, mint vezető. Hát próbálom a mizerfaiakat bevonni ilyen közös programokba. Adományokat szoktam gyűjteni. Van egy rendszeresen hozó egyesület, aki Timin kívül, ugye, aki élelmiszerrel, meg más egyébben tartani, szokta hozni így a alubalieknek az adomány, ezt szoktam kiosztani. Hogy addig ehettek, amíg nem szólok. Jó? Oké? Okay? Amikor szólok, akkor abba kell hagyni az evést. Nem készülsz rá, odaállsz szépen az asztalhoz. Kézzel? Mi lesz a feladat? Kézzel kell. Mi lesz a feladat? Te már reggel is szerintem. Nem is vacsorázottam, hogy rigyázottam. Igen. Egbert? Még nincs annyi. Gyerünk! Hát én egy kisterenyei származású asszonyka, cigány asszonyka vagyok. 18 éves koromban mentem férhez, 19 évesen megszületett az első gyerkőcöm. Elég korán belecsöppentem a munkavilágába. 16 éves koromtól ugye a gyakorlati órák miatt már dolgoztam. Aztán 20 éves koromban volt az első munkahelyem, ami nem hivatalos munkahelyem volt. Egyébként az alapvégzettségem élelmiszer és vegyi kereskedő. Érdekes módon származásom miatt többnyire egy percig nem dolgoztam a kereskedelemben. 2000-es évek közepén 2 gyerek és 2 munkahely mellett érettségiztem le, és 4 évvel ezelőtt pedig az Országos Zsidó Egyetemre felvételiztem szociális munka szakra, amit majd jövő hét kedden fogok befejezni, ha minden igaz. Egy átlagos cigány családként élünk. Hát most már azt mondom, hogy most már jó úton vagyunk. Nem mindig volt támogató a családi környezet, de én egy harcos amazon vagyok. És mindig sikerült egy olyan konszenzusra jutnunk, hogy elértem a családnak a támogatását. Igazából én itt nem helybeli vagyok, tehát én ide járok ki rendszeresen, civil emberként járok ki, illetve az egyesületem útján van itt kapcsolatom, és közösségszervezőként tevékenykedem. Én az önkéntes koordinátor vagyok. És ez mit jelent? Az én feladatom
az önkénteseket koordinálni, tehát hogy a mindenféle eseményünkre, ami van, a begyűjtésekre, a vidéki utakra, a válogatásra, a taxiturira, bármilyen program esemény van, arra én szervezem az önkénteseket. Most egy elég jó kombó, mert ugye félállásban csinálom az adománytaxit, és idegenvezető vagyok a másik félállásban, meg mindenféle projekteket szervezek, és ezt jól tudom beosztani, hogy mi a, tehát hogyha valami már nem fér bele az adománytaxi mellé, akkor azt nem vállalom el azt a munkát. Csak, de ne törjétek ezt, ha valakinek ott van a zöld lupja fölben. Ami, gyere! Oké. Hát ez a település rész ugye Kazárhoz tartozik. Kazár egy kulturális település. Nagyon erősen őrzik a hagyományokat, a szokásokat, a népi szokásokat Kazár településen. Mizserfára ez nem igazán jellemző, bár a településen van egy civil kis csoport, egy bányász civil kis csoport, akik egy bányász szobát alakítottak itt ki Mizserfa településen, ami nyitott és látogatható, mivel a település ugye erősen kötődött a bányászati tevékenységhez, és ezek az idősek szeretnék átadni a jövő generációjának is azokat a tevékenységeket, emlékeket, amik számukra fontosak voltak. Mizserfa eléggé rossz helyzetben van. Ugye itt az utca mentén lehetett látni a családi házakat. Ezek bányász kolónia házak, egy ilyen feles megosztással, de van, ahol több megosztással vannak. Közös udvaros porták jellemzőek, amiből többször vannak is konfliktusok. Egy idősek otthona van az utca végén, és igazából más intézmény nem található a jelenlétházon is az idősek otthonán kívül Mizserfán. Mindenért be kell utazniuk az embereknek, tömegközlekedéssel legtöbbször. Hát pont ez, hogy el van hanyagolva, az önkormányzat nem fordít rá elég figyelmet, nem törődenek vele, hagyják úgy, ahogy van, semmi támogatást nem kapunk sehonnan, ilyen uniós támogatásokat nem lehet kérni, mert kicsi a falu. Település, úgyhogy lényegében ez. Meg az, hogy az emberek nem úgy állnak hozzá semmihez, ahogy kellene. Nagyon sok piszkos hely van, ami a lakóknak a szégyene. Szoktunk személygyűjtést szervezni, mikor van ez az éves lomtalanítás, akkor ilyen 100-150 zsák szemetet szoktunk összeszedni, ami egy héten belül újra. A település legnagyobb problémája, én úgy gondolom, hogy a helyiek érdektelensége. Amin nem csodálkozok, mert... Nagy is letesz már? Igen, több helyen is látom és tapasztalom ezt az érdeklenséget. És igazából ezt annak tudom elkönyvelni, hogy most már ott tartunk lassan, hogy a 5.-6. olyan generáció nő fel úgy, hogy nem látja azokat a fontos dolgokat, amit látniuk kellene, és ebből nem tudnak meríteni. És igazából azt látom a felnőtteknél is, és a családoknál is, hogy befásultak, kiégtek. És minden jól van úgy, ahogy van. A falu az nagyon rossz helyzetben van jelenleg. Szerintem ez nem is fogja változni, mert a polgármester se járul úgy hozzá, hogy az jó legyen. Az a baj. Kazárt az támogassa, de Mizserfát az nem. Nagyon megbántuk, hogy itt vettünk lakást. A lakosok is tehetnek róla, én elmondom őszintén, a lakosok is, de főképpen az, hogy tényleg bolt nincsen. Iskola nincs, óvoda nincs, eljárat, az nagyon nehéz a gyerekeknek, úgyhogy minden nehéz itten. Az adománytaxival és Tomival Etes településen találkoztam, és lett kapcsolatunk. Ott volt az első adománytaxis vásár,
addig nem volt ott kontakt, én voltam ott a kontaktjuk, és nagyon szoros lett a kapcsolatunk. Én több településen tevékenykedem közösségszervezőként, és mindegyik településemen ott van az adománytaxi. Egy nagyon jó partneri kapcsolat alakult ki, én is számíthatok rájuk, és ők is rám. Én a Tomit nagyon régóta ismerem, és amikor ez az adománytaxi még csak egy ötlet, meg egy Facebook poszt volt, akkor is követtem, hogy éppen hol tart az adománytaxi. Mindig igyekeztem valahogyan támogatni, akár csak megosztással, akár pénzzel, akár nagykövet is voltam például decemberben, és most jött el az idő, hogy januártól én is csatlakoztam a csapathoz. Ez nálam nagyon egyszerű volt, miután az egész adománytaxi kitalálója és működtetője ez a egyszem fiam, úgyhogy ez a dátum az gyakorlatilag azonos a adománytaxi megszületésével, ami persze, ami 7 évvel ezelőtt volt. Akkor még természetesen teljesen, úgy mondjam, szűz formában még csak a lelkesedés és az a szándék vezette a fiamat, hogy a városban összegyűlt felesleget összegyűjtse azok számára, akik erre rászorultak, és miután ez Budapesten különösen nagyon sok ilyen van, csak éppen az elszállításukról nem nagyon szerettek az emberek gondoskodni, ezért ő azt találta ki, hogy házhoz megy ezekért az adományokért, amelyeket hát aztán később kiderült, hogy ez egy nagyon bonyolult folyamat, és hogy ezt meg kell szervezni, de hát a kezdetén ez volt a szándék. Hát, hogy pontosan mikor, körülbelül 4-5 éve először, akkor is segítőként voltam, akkor még ugye Rácz Peti kérte az adománytaxit, hogy jöjjön, én ő általa ismerem az egész szervezetet. A helyek várják az adománytaxit, hogy mit szólnak? Igen, igen. Az adománytaxit mindig nagy izgalommal várják, és mindig úgy próbáljuk az utóbbi időben megtervezni, megszervezni ezeket a vásárokat, hogy mindig legyen valami helyi program is mellette. Szerintem igen, mert van rá kereslet, meg kérik is, úgyhogy szerintem igen, mert nagyon jó dolgokat hoznak, így olcsón hozzájutnak mindenhez az emberek, mert kevés pénzből élnek meg, és akkor így könnyebb nekik is. Jó szokott lenni, jó sok minden áru van, jó olcsó árujé. Kell a falunak, mert szegények vagyunk, nem sok a jövedelmünk. Én azt szeretem az adománytaxiban, hogy mindenki úgy tud részt venni a munkában, ahogy szeretne és ahogy tud. Aki tud, jön önkéntesnek, aki tud egyszer egy hónapban jön, aki tud egyszer egy évben jön, aki tud pénztuttal, aki tud a saját autóját vezeti és jön a begyűjtésekre. És most kaptunk egy nagyon jó felajánlást, mert egy fuvarozó cég is most már részt vesz a munkákban, a Fabri Tours, és pont ma kezdődött ez az együttműködés, és egy csodálatos kis buszt kaptunk tőlük, és ezt tette lehetővé, hogy most az önkéntesekkel együtt és az adományokkal együtt egy kis buszban el tudtunk jönni. Úgyhogy nagyon köszönjük nekik. Belvárosban felnőtt emberként egy óriási, tulajdonképpen mondhatom azt, hogy élmény volt azt megtapasztalni, amiről az ember persze tudott, de személyesen még nem tapasztalt meg, hogy ez egy másik Magyarország, hogy így mondjam, Budapest után, különösen Budapest központja után, és azt megélni, hogy emberek a 21. században ilyen körülmények között élnek, és hogy ezeknek valamilyen formában, ha csak nagyon kismértékben is, de tudunk segíteni, ugyanakkor belelátva az ő közvetlen helyzetükbe, ez egy ilyen meghatározó élmény volt, amit én magam is, mint pedagógus, vagy most már nyugdíjban lévő pedagógus, igyekeztem mindig is a diákjaim számára valahogy közvetíteni, hogy érzékenyebbek legyenek a mások problémái iránt, és hogy kicsit kitekintsenek a saját buborékukból. Tehát nekem ez volt a legnagyobb élmény, ez a személyes találkozás az érintettekkel. A másik pedig az, hogy egy közösségre találtam itt, akik nem az én saját buborékomból vannak, már úgy értem, ilyen szakmai buborékomból, hanem mindenfelől jöttek az élet minden területéről, mérnökök, pedagógusok, menedzserek,
extrém sportolók, vagy sorolhatnám, és mindenki a maga tudását ezt hozzáadta, és egy borzasztó jó kis csapat tudott itt kialakulni, ami nagyon jól esett az ilyen szűk eddigi életemhez, már olyan értelemben, hogy az időm 80%-át ugyanolyan hivatású emberek között töltöttem el. Voltunk egyszer egy olyan helyen, ami egyébként nem Magyarország, ez egy szlovák nyomortelep, Szepsi, cigánytelepe. Na, az még nekem is sok volt, és egyébként olyan nincs Magyarországon. Tehát az a fajta szegénység, ott fabódékban élnek az emberek, teljes elszigetelődésben, sokszorosan halmozott hátrányos helyzetek, hiszen nem csak romák laknak ott, de a magyar romák Szlovákiában. Semmilyen kilátás nincs ott, úgyhogy az megterhelő volt, bizonyos önkénteseket nem is nagyon engedtünk oda eljönni, akik első útra jöttek. Magyarországon is sok kemény dolgot látni, de azért sok jó példával is találkozunk szerencsére. Úgyhogy egyet kell kiemelni, talán ezt a Szepsit mondanám. Én első utam, ami hát egy olyan 5 éve volt körülbelül, talán 6 éve, akkor önkéntesként vettem részt az egyik úton, és az elég meghatározó volt. Tél volt, emlékszem, hogy esett a hó, reggel 6-ra kellett ott lenni a raktárban, ami nekem amúgy is egy nehéz pont, mert nem nagyon vagyok koránkelő típus, de a Tomi azt mondta, hogy legyek ott, úgyhogy ott voltam. És felkészített rá, hogy mi fog várni, de igazából erre nem lehet felkészülni. Szóval akkor nagyon sok mindent átgondoltam így saját életemmel kapcsolatban is. Amikor a